No. Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici a semmi kellős közepéből. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a szombati napon leforgatok nektek egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videót, amit konkrétan innen indítok a semmi kellős közepéből, és a semmibe fogok konkrétan gyalogolni, illetve sétálni. Még ez nem egészen így van, mert valójában a sárga túraútvonalat fogom nyomon követni, mert a sárga túrautat a mai napon részben be fogom járni, ez szinte biztos. Ugye, jó múltkorában, ugye két héttel ezelőtt, ugye bejártam a zöld túraútvonalat, és most ezen a szombati napon én úgy gondoltam, hogy be fogom járni a sárga túraútvonalat, ami konkrétan itt a semmi kellős közepén ágazik ki a zöld túraútvonalból, ugye abból a zöld túraútvonalból, amit én ugye a múlt vagy két héttel ezelőtt bemutattam nektek, és azok a videók meg is találhatóak a YouTube csatornámon. Hát lányok és fiúk, meg egyébként is rég jelentkeztem már videóval, és én úgy gondoltam, hogy már időszerű volna egy jelentkeznem videókkal, és itt íme itt vagyok egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóval, amit ezúttal innen fogok indítani a semmi közepéből, és konkrétan, ahogy már mondottam az imént, a semmibe fogok elsétálni tulajdonképpen. Hát voltak éppen a sárga túraútvonalat fogom nyomon követni ezekbe a videókba, amiket majd most fogtok látni. Meg ugye már két hét eltelt, mióta nem jelentkeztem videókkal, mert ugye konkrétan két teljes héttel ezelőtt jelentkeztem utoljára új videóval, és én most így időszerűnek éreztem azt a dolgot, hogy jelentkezzek videóval, így két hét elteltével, és igen, itt vagyok, lányok és fiúk, konkrétan ugye már június van, méghozzá június 8-a van, de a pontos idő és dátum ott látható a kijelzőn, lányok és fiúk, de még mielőtt belevágnánk én ebbe az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóba, mindenképp meg kell köszönjem annak a 712 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig konkrétan fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Köszönöm szépen, igen, lányok és fiúk, konkrétan 712-en föl vagytok iratkozva az én kis YouTube csatornámra, amit én természetesen nagyon szépen köszönök nektek. És akkor, lányok és fiúk, lassacskán bele is vágunk ebbe az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóba, amit konkrétan innen fogok indítani a semmi kellős közepéből, és valójában a semmibe is fogok eljutni végül is. Tehát most konkrétan ez egy olyan videó lesz, hogy a semmiből megyek a semmibe tulajdonképpen, mert ugye a sárga túraútvonalat fogom nyomon követni, részben nyomon követni a sárga túraútvonalat. Ugye jó múltkorában, ugye két héttel ezelőtt ugye a zöld túraútvonalat követtem nyomon, az előtti való hetekben pedig ugye a Mária zarándokutat jártam be részben, és ugye most úgy gondoltam, hogy a sárga túráról is említsek egy néhány szót, a sárga túraútvonalról, ami ugyancsak itt található ezen a vidéken többek között, ugye itt vagyunk a Balatonnak a északi partján, de most benn vagyunk ugye a Malombőgybe tulajdonképpen. Nagyjából ezt úgy kell elképzelni, hogy Lovas és Felsőörs falu között vagyok valahol a semmi kellős közepén, a Malombőgybe tulajdonképpen. Hát lányok és fiúk, akkor lassacskán majd bele is vágunk ebbe az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóba, amit konkrétan innen fogok indítani a semmi kellős közepéből. Csak fölveszem a üdítőmet, és akkor egy kicsit itt előrébb jövök. Erre előrébb sétálok, ugye? És majd konkrétan, ugye, majd innen fogom indítani ezt a sétát tulajdonképpen, ahol most állok. Mert ugye a sárga túraút tulajdonképpen itt ágazik ki a zöld túraútvonalból, ezen a ponton, ahol én most jelenleg állok. Úgyhogy lányok és fiúk, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban. Hát akkor jöjjön hát a videó, lányok és fiúk, tartsatok velem! Nos, jöjjön hát a videó. Ugye, jó múltkorában, ugye két héttel ezelőtt abból az irányból érkeztem, arrafelé van Lovasfalu,
abba az irányba van Lovasfal, ugye jó két héttel ezelőtt arról érkeztem, ugye az ott arra felé a zöld túraútvonal, de ugye a zöld túraútvonal és a sárga túraútvonal tulajdonképpen idáig, eddig az útelágazásig, ahol én most jelenleg állok, tulajdonképpen egy nyomvonalon halad, mert ugye a zöld túrával ugye onnan jövünk ide, és ugye a sárga túra meg ugye itt ágazik ki tulajdonképpen, és majd akkor arra fogom folytatni én majd a sétámat, csak közben itt elengedem a lovasokat. Na, szóval ott tartottam, hogy arra fogom én folytatni a sétámat, tehát ott a sárga túra útvonalon fogok majd haladni arra felé. De ugye jó múlt korában, meg ugye arra folytattam a sétámat, mert az zöld túraút tulajdonképpen arra folytatódik, mert arra felé folytatódik az zöld túraút, de a mai napon mi nem arra megyünk, mert ugye arról már van videó a csatornámon, és egy kicsit idáig még hátrébb jövök, hogy akkor az útelágazás is tulajdonképpen látható legyen. Ugye idáig, ugye itt van egy útelágazás, mint látjátok, tehát itt van egy útelágazás, egy gyalogútelágazás, konkrétan, és ugye valójában ezen a helyszínen ágazik ki a zöld túrából a sárga túraút, tehát ezen a helyszínen fog kiágazni. Hát lányok és fiúk, akkor tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban. Ugye arra felé van Felsőőrs, tehát abba az irányba van Felsőőrs, arra felé folytatódik a zöld túra, de mi nem arra fogunk menni, ugye itt van az útelágazása, mint látjátok, még egy kicsit hátrébb jövök, és akkor ugye egyértelműen látszik az Y elágazás tulajdonképpen, ugye jobbra megy a zöld túra útvonal, balra pedig ugye abba az irányba, amerre mi is fogunk menni, arra megy a sárga túraútvonal, tehát jobbra zöld túraútvonal halad, arra halad jobbra a zöld túraútvonal, és itt balra halad a sárga túraútvonal, és ezen a sárga túraútvonalon én el is indulok, lányok, amint látjátok, már is indultam, lányok és fiúk, a sárga túraútvonalon, és ugye én arra fogok haladni, ugye jó múlt korában ugye abba az irányba haladtam, ugye már a zöld túra az arra felé halad, de arról van videó a csatornámon, nézzétek meg, tehát arra felé van az zöld túra, illetve arra felé van Felsőőrs is konkrétan, de ami a mai napnak a főszereplője ugye a sárga túra útvonal, ami ugye erre felé van, és el is indulok én abba az irányba tulajdonképpen. Hát ugye itt innentől kezdve már a sárga túraútól haladunk, ugye ezt a videót konkrétan onnan arról a hídról indítottam, az ott egy híd, ezt a videót onnan indítottam, és akkor itt majd haladunk a Királykút felé, ide van írva, hogy tulajdonképpen Királykút, ugye oda az van írva, hogy Királykút, és most valójában meg fogjunk keresni ezt a Királykutat, hogy hol is van tulajdonképpen, mert megkerestünk, hogy tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban, és megkeressünk ezt a Királykutat, amit ugye arra felé jelez, és ugye itt van a sárga túraútvonalnak is egyértelműen a jelzése, és a mai napon tulajdonképpen részben ezt a sárga túraútvonalat fogom nyomon követni, ami itt van fölfestve. És akkor haladunk is tovább. Egy lányok és fiúk, elindultunk ezen a sárga túraúton, hát ez egy ilyen gyalogtúra ösvény tulajdonképpen, és akkor haladunk is arra felé. Megnézzünk, hogy mi van erre. Nem, mintha nem tudnám, mert ugye amikor utoljára erre jártam, amikor ugye az zöld túraútat csináltam, ugye hazafelé, visszafelé menet Csopakra, ezen a sárga túraúton keresztül jutottam vissza Csopakra, úgyhogy tudom, hogy hova megyek most ez úttal, tehát ez már nem felfedezés számomra, hova én most megyek, mert ugye én már egyik alkalommal még a múlt két héttel ezelőtt ugye jártam erre felé, meg két héttel ezelőtt jártam erre, és én úgy gondoltam, már akkor két héttel ezelőtt eldöntöttem, hogy erről a sárga túraútvonalról úgy gondolom, hogy érdemes lesz egy videót csinálnom, vagy több videót akár, erről a bizonyos sárga túráról, ami ugye erre felé van kijelölve végig. Hát amint látjátok, ő teljesen szokványos sétaős, illetve túraösvény, és akkor haladunk erre szépen. Amúgy a Királykút az egy valójában egy tisztás lesz, mert ugye két héttel ezelőtt én jártam már ottan, tehát az egy szép tisztás lesz, ahol van, tehát majd meglátjátok, amikor majd odaérek, tehát nem lövöm el a poént,
majd amikor odaérek, majd ezt úgyis meg fogjátok látni, de az valószínű, hogy nem ebbe a videóba lesz, hanem majd valamelyik következő videóba. És akkor haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga túraúton, arra előrefelé, itt az erdőbe konkrétan, tök jó itt a hűvösbe végül is. Ugye, tök hűvös van amúgy itten, tök jó így a hűvösbe sétikálni. Hát közben azért ugye akadnak erre rajtam kívül, még ugye kerékpárosok, lovasok ugye. Ugye már ebben a videóban láthattatok már lovasokat is, most már egy kerékpárost is láthattatok itt elsuhanni mellettem. És akkor haladunk ezen a sárga túraúton tulajdonképpen, hát egy kicsit ellenfényesek vagyunk. És akkor haladjunk arra felé, amerre mutatja, hogy halad a sárga túra. Tehát a sárga túraút, valójában ezt követem nyomon. De ennek a sárga túraútnak ugye valószínű, hogy több fejezete is lesz. Mert ugye Balatonalmádiban is van egy jókora szakasz ennek a sárga túrának, és valószínű, hogy azt is be fogom járni, mint ahogy ezt a szakaszát is. Hát akkor itt kiértünk egy szép nagy tisztásra. Amint látjátok, itt van egy gyönyörű szép nagy legelő, vagy tisztás, hát legelőnek mondanám inkább. Tehát, amint látjátok, itt van egy gyönyörű szép nagy tisztás, egy legelő, egy gyönyörű szép völgybe vagyunk, amint látjátok. Nézzétek meg, milyen szép ez a környék. Hát lányok és fiúk, itt ilyen szép nagy legelő is látható. Amint látjátok, ami természetesen villanypásztorral körbe van kerítve, mert nyilván legeltetnek itt szarvasmarhát, vagy valami jószágot, de szerintem, ahogy elnézem én ezt a legelőt, inkább itt szarvasmarhát legeltethetnek, ugye ez itt valószínű, hogy egy szarvasmarha legelő, ami itt látható, lányok és fiúk ezen a felvételen. Amúgy ez itt konkrétan a Malomvölgy, mert amúgy tulajdonképpen itt vagyok a Malomvölgyben, mert ugye amit látjátok, arra is van domb, meg tulajdonképpen a másik irányba is van domb. Tehát ez valójában, ami itt látható, ez maga ugye a Malomvölgy. Tehát ez az egész, ami itt látható, ez a Malomvölgy, ami így néz ki. És akkor haladunk tovább ezen a bizonyos sárga túraúton. Közben a fényviszonyok egyre jobbak lesznek. Kezd a hátam mögül sütni a nap. És az út is hála Istennek úgy kanyarodik, hogy jók lesznek a fényviszonyok. Tehát nem ellenfényes lesz a videó, hanem jó lesz, mert pont hátulról fog érni a nap. És akkor haladunk tovább erre felé. Hát szépen kanyarodunk erre a Királykút felé, ami amúgy 2,7 kilométerre van ide. Igen, tehát Királykút konkrétan 2,7 kilométerre van ide. Hát valószínű, hogy ennek a videónak majd, hát nem is ennek, de a valamelyik következő videót ott fogom majd befejezni. Mert ez a videó ez annál sokkal hamarabb véget fog érni. És akkor haladunk is erre befelé, megnézzünk, hogy mi van erre. Mondjuk én tudom, hogy mi van erre felé, mert ugye, ahogy már mondottam az imént, 2 héttel ezelőtt már jártam erre tulajdonképpen. Mert már jártam erre 2 héttel ezelőtt. Hát itt ugye autóval is egész jól járható amúgy, amint látjátok, mert ugye elég jó széles ösvény van itten, ilyen túraösvény. És ugye autóval is járható, legalábbis összkerékhajtásúval biztos. Ugye elsősorban összkerékhajtású autóra gondolok, ilyen vidéken, ahol vagyok, látjátok. És ugye ez a Királykút, ez errefelé lesz majd valahol. Mondjuk én tudom, hogy hol lesz, mert én már voltam ottan, ahogy már mondottam, ugye 2 héttel ezelőtt. Csak akkor ugye nem készült videó, mert ugye akkor azon a napon készítettem ugye a zöld túrás videót, ami már azóta réges-rég megtekinthető a YouTube csatornámon, nézzétek meg. És akkor haladunk is ezen a sárga túraúton, erre befelé, a sűrűbe, megyünk befelé a vadonba, lányok és fiúk, amint látjátok. Hát haladunk befelé a vadonba ismét. Hát ez egy ilyen újabb, ilyen spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videó lesz tőlem, Fricitől, itt a vadonba ezúttal megint. Ugye, meg ugye 2 héttel ezelőtt is ilyen videókat csináltam, ugyanígy a vadonba sétáltam, csak akkor a zöld túraúton. De most ezen a mai napon, amint látjátok, ugye ott van egyértelműen a fán, ugye, hogy ez itt a sárga túraút tulajdonképpen. Tehát a mai napon én ezt a sárga túraút vonalat fogom részbe bejárni, amint látjátok. Tehát itt van egy sárga túra, és akkor haladunk is tovább. Amúgy itt van egy, ott lent van egy kis patak, egy ér, tehát ott van egy kis patak valójából, ott. Tehát ott egy kis patak látható. Az ott egy ilyen patak akar lenni tulajdonképpen, egy ér, egy patak van ottan. És akkor haladunk is tovább ezen a jó kitaposott túraösvényen.
amit amúgy látom, erre szoktak terelni, amint látom szarvasmarhát, mert amint látom itt, ez egyértelműen szarvasmarha patanyomokat látok, teljesen egyértelműen, és akkor haladunk is arra felé, tulajdonképpen, ezen a bizonyos sárga túraúton haladunk arra befelé a erdőbe, mert ugye végül is egy erdőbe vagyunk, amint látjátok, hát lányok és fiúk, hát ez egy ilyen, megint egy ilyen hasonló videó lesz, mint ugye amiket múltkorában csináltam, 2 héttel ezelőtt ilyen vadonba lezajló videó, ugye most konkrétan a semmiből a semmibe fogok sétálni, illetve a Királykúthoz fogok majd eljutni, ami egyébként errefelé van, és akkor haladunk is tovább. Közben nézem, hogy megy a felvétel. A felvétel már megy 16 perce. Hát lányok és fiúk, ugye 2 héttel ezelőtt jelentkeztem utoljára videóval, mert 2 hét azóta eltelt, mióta nem jelentkeztem új videókkal, így hát időszerűnek éreztem azt, hogy jelentkezzek videókkal ismét, így 2 hét elteltével. Hát ebben az elmúlt 2 hétben én tulajdonképpen ugye dolgoztam, tehát ugyanúgy, ahogy szoktam, ugye dolgoztam. Tehát, ja, múlt hétvégén meg nem volt kedvem videókat készíteni, tehát múlt hétvégén nem volt hozzá hangulatom, hogy videókat készítsek. Mert ez nálam, ez attól függ, hogy mikor milyen hangulatban vagyok, mert ugye videót nem lehet úgy készíteni, hogyha az emberek nincs hozzá kedve tulajdonképpen. Közben haladunk erre, közben jönnek itt szembe kerékpárok, kerékpárral is járnak erre, meg lóval, meg szoktak erre terelni szarvasmarhát is. Bízok benne, hogy nem most fogják majd erre terelni őket, amerre éppen most járkálok. Mármint látom, itt szoktak végigterelni szarvasmarhát. Hát lányok és fiúk, akkor haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga túraúton, amint látjátok. Amúgy tök szép ez a környezet, de ezt ugye már 2 héttel ezelőtt is megállapítottam. Amúgy megy itt erre fölfelé egy út. Tehát itt megy arra fölfelé egy út, ami nem tudom, hogy hova vezet tulajdonképpen, mert itt megy fölfelé egy út abba az irányba, amiről aztán megfogalmam nincs, hogy hova vezet arra fölfelé, de erre ezt én egyszer úgyis ki fogom deríteni, hogy ez hova vezet ez az út, ami itt van. Itt is van egy túraösvény, tehát arra fölfelé is van egy túraösvény. És akkor haladunk erre. Folytatom a sétámat itt a sárga túraúton, mert ugye most a sárga túrán vagyok, és ugye a mai videónak ez a főszereplője, ez a bizonyos sárga túraút, és akkor haladunk is szépen itt a erdőbe. Hát egy szép nagy tágas túraút ez tulajdonképpen, amint látjátok, mert elég tágas, nem annyira szűk, mint ahol ugye az túraút vezet. De ugye arról van videó a csatornámon, nyugodtan megnézhetitek az zöld túraútról készült videómat. De ugye most a mai napon a sárga túra nálam a főszereplő, ez a bizonyos sárga túraútvonal. Hát egy kis sár is valamint látjátok, de ugye nem vészes, ki lehet kerülni. Csak akkor haladunk is tovább, arra Királykút felé, mert az erre felé lesz. Nem sokára, hát nem olyan sokára, de erre felé lesz Királykút tulajdonképpen. És akkor haladunk is arra felé, abba az irányba, amerre a Királykút van. Hát lányok és fiúk, akkor tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán amatőr vágatlan sétálós értelmetlen videóban. Közben ugye megmutatom nektek, hogy még mindig a sárga túraúton vagyok, ugye erre a fára föl van festve egyértelműen, ugye. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy a bizony-bizony ez a sárga túra útvonal, tehát itt van egyértelműen a jele a sárga túrának, amint látjátok. És akkor haladunk is tovább ezen a sárga túra úton. Hát a környezet ez ugye teljesen szokványos. Végül is, aki így túrázik, mint én, így jár ilyen turista utakon, ilyen túra utakon, mint ahogy én is ugye, elég rendszeresen járkálok ilyen túrautakon, mint például most is ebbe a videóba is, amint látjátok, ugye teljesen szokványos túraút ez tulajdonképpen, ami ugye megy az erdőbe, egy patakkal párhuzamosan, mert itt mellettem, tehát abba az irányba, tehát ott van egy patak, ott van egy kis patak ott bent, ott folyik egy kis patak arra felé, és akkor haladunk is tovább, ezen a bizonyos
sárga túraúton, arra előre felé. Hát itt közben ilyen löszfal is van, amint lássátok, ugye löszfal, tehát ez egyértelműen löszfal, amint látjátok, ami itt van. Ilyen löszös, agyagos ilyen fal van itten. És akkor haladunk is tovább itt ezen a bizonyos sárga túraúton, itt a szépen az erdőbe. Hát tök jó hűvös van amúgy itt az erdőbe, mert baromi jó hűvös van. Hála Istennek a nyár is megérkezett, és ez még csak a kezdet, mert ugye lesz itt hamarosan 35 fok meleg is, mert hamarosan lesz 35 fok meleg is, hát és ez még csak a kezdet, hangsúlyozom, mert ugye még csak június 8-a van tulajdonképpen, épp hogy csak a nyár elkezdődött, hát már 8 napja már nyár van tulajdonképpen, hogyha a naptárt nézzünk, és akkor haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga túraúton. Hát szépen haladunk előrefelé, és majd nem sokára le is zárom ezt a videót első ízben, és akkor majd folytassunk ezt a sétát egy következő videóba. Remélem, hogy a következő videóba is velem fogtok tartani, mert ezt a videót nem sokára le is fogom zárni tulajdonképpen, és akkor majd egy következő videóban folytatom ezt a sétát, amit ugye valójából most elkezdtem ebben a videóban. Úgyhogy valahol itt, ezen a környéken, itt ahol félre is tudok állni, hogy ne legyek útba senkinek, aki esetleg erre jön, itt meg is köszönném a figyelmeteket. De még mielőtt megköszönném a figyelmeteket, mindenképp megmutatom, hogy még a sárga túraúton vagyunk. Íme, ugye, sárga túraút, és a mai videóknak ez a túraút a főszereplője, ez a bizonyos sárga túraút, amint látjátok, tehát itt vagyok még mindig a sárga túraúton, egyértelműen, és a mai videóknak tulajdonképpen ez a bizonyos sárga túra útvonal lesz a főszereplője, és a sétát majd egy következő videóba folytatom arra felé, tehát a továbbiakban is arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba van, és arra fogom majd folytatni a sétámat, nem ebbe a videóba, hanem majd egy következő videóba folytatni fogom arra felé a sétámat. Most egyre megmutatom nektek, hogy honnan jöttem. Ugye, onnan érkeztem, tehát onnan érkeztem, abból az irányból érkeztem, arra felé van Felsőőrs, illetve Lovasfalu is abba az irányba van, tehát arra felé van ugye Lovasfalu, és Felsőőrs is abba az irányba van, én pedig ugye abból az irányból érkeztem, tehát onnan érkeztem, és ezt a videót tulajdonképpen itt fogom lezárni, ezen a helyszínen, mert itt fogom lezárni, hogy majd lassacskán el is köszönök majd tőletek, ugye, és a továbbiakban is, ahogy mondottam, ezt a bizonyos sárga túraútvonalat fogom nyomon követni, mert ezen a sárga túrán fogok a továbbiakban is haladni, hiszen a mai videóknak a főszereplője ez a bizonyos sárga túraútvonal lesz. Remélem, hogy a következő videóba is velem fogtok tartani, és a következő videóba folytatom ezt a sétát, amit elkezdtem ezen a bizonyos sárga túraúton, és majd ezen fogunk haladni a továbbiakban is. Hát lányok és fiúk, akkor lassacskán le is zárnám én ezt a videót. Tehát a továbbiakban majd arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba fogok haladni a továbbiakban, haladunk majd arra felé, de ez majd egy következő videónak a témája lesz. Úgyhogy lassacskán el is köszönnénk tőletek, és megköszönném a figyelmet, hogy ebbe a videóba velem tartottatok, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban. Tartsatok velem egy következő videóba is, jöjjön hát a elköszönés, lányok és fiúk. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videó volt, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok, elfelejtettem beszélni, mert már két hét azóta eltelt, mióta utoljára videót forgattam. Hát lányok és fiúk, akkor egy következő videóba folytatom ezt a sétát, amit tulajdonképpen ebbe a videóba elkezdtem. Remélem, hogy a következő videóba is velem fogtok tartani. Én legalábbis nagyon bízok benne. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha nem tetszett, nyomjatok rá egy dislike-ot, és írjátok meg a komment szekcióba a véleményeteket a csatornámról, illetve erről a videóról.
Köszönöm szépen, de ha kérhetem, úgy írjátok a véleményeteket, ezt nagyon szépen kérem tőletek, hogy normális határokon belül, tehát ne menjünk át bunkóskodásba, illetve trollkodásba, én ezt nagyon szépen megköszönném. Hát lányok és fiúk, ennyi lett volna ez a videó, hamarosan jelentkezek újabb videókkal, addig is kérem a türelmeteket és a megértéseteket, de még mielőtt elköszönnénk, mindenképp meg kell köszönnöm annak a 712 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig tulajdonképpen fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Köszönöm szépen, igen lányok és fiúk, konkrétan 712-en föl vagytok iratkozva az én kis YouTube csatornámra, amit én természetesen nagyon szépen köszönök nektek. Nos lányok és fiúk, ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet, a viszont hallásra, a viszont látásra. Üdvözlettel Frici, a semmi kellős közepéből. Sziasztok! Hamarosan jelentkezek újabb videóval. Sziasztok! Mm-hmm.